minél nagyobb felhatalmazást kapunk, annál nagyobb változást lehet csinálni ebben az országban. A megtiszteltetés lenne kétharmadot kapni, de nagyon nehéz. Tehát ahhoz mindenkinek mindent meg kell tenni. Mi a magunk részéről készen vagyunk, csak most a választóknak is meg kell érteni, hogy nem lehet megosztani például a szavazatokat. Nem lehet listára egy másik pártra szavazni, és egyébként egyénében, vagy fordítva. Ez nem történhet meg. Mind a két szavazatot egyébként majd a Fidesznek kell megkapni ahhoz, hogy ezt a választási győzelmet majd olyan változásokká tudja érlelni, ami egyébként mindenkinek boldogságot jelent. No, hát akkor értem, és akkor mindjárt le is fordítom, mert ezt a forrókását se kerüljük meg itt ma este, a újévi első mély magyarban. Ez a Jobbikra vonatkozott, ez a kitételed. Én legalábbis úgy értékeltem. Jobbik, a sötét ló. Te hogy látod? Hát, hogy mondjam, én nem tartozom a műanyag harcosok közé. Tehát én azt gondolom, hogyha a Fideszben van ilyen radikális érzelmi ember, én nagy valószínűséggel az vagyok. De az a helyzet, hogy én végignéztem az újkori magyar történelmet, mondjuk a 900-as évektől, és ott az derült ki, hogy a radikális politikával Magyarországon 20%-nál többet még nem lehetett szerezni. És látom az emberekben a nagyon nagy elkeseredést, és látom, hogy ordítanának legszívesebben, és ez legjobban egyébként a Jobbik kiabálása, nevezzük annak, és botránykeltése, az fogalmazza meg, hogy ezek most már menjenek a csodába innen. De nekünk van egy felelősségünk, hogy egy olyan pártot kell létrehoznunk Magyarországon, aki 51%-ot tud kapni. És ezért a radikális irányban nem lehet elmozdulni. A másik dolog azért kétszer már a radikális jobb oldal miatt elvesztettünk választást. Hát elvesztettük 2002-ben, a MÉB 200 ezer szavazatot kapott. És 40 ezeren múlt. És 40, a hát 50 ezeren múlt, és elvesztettük 2006-ban is, ahol egyébként a harmadik út, a MÉB Jobbik, az annyi szavazatot vitt el, hogy egyébként a Fidesz nem tudott érről fordulni a választásokon. Van egy pszichológiája a választásoknak, aki az első fordulós listát megnyeri, az egyébként azt nagy valószínűséggel tarul. Letarolja az összes választókörzetet. Tehát kétszer ez a dolog már megtörtént, ami az embert bántja. A harmadik dolog, hogy hát hangot azt látok, csak teljesítményt nem látok mögötte. Sokat mondták, hogy a Fidesz nem tett semmit a parlamentben. De azért csak azt a szociális népszavazást végigcsinálni. Én abban a kampányban sokat dolgoztam meg, az összes társammal, barátommal és mindenféle aktivistákkal együtt. Csak tettünk valamit. Nem hagytuk, hogy legyen vizitdíj, nem hagytuk, hogy legyen tandíj, ráadásul ugye, és nem hagytuk, hogy legyen kórházi napi díj, és ráadásul még jó orron is dörgöltük a szocialistákat. Mit csinált közben a Jobbik? Egyébként nagyon érdekes megnézni, hogy a szociális népszavazáshoz hogy álltak hozzá akkoriban. Sehogy. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta dolog, ez így van, és az Európa parlamenti választások tapasztalatai is azt mutatják, hogy annyi bántást egyébként egyéb más pártoktól nem is kaptunk, mint a Jobbiktól. Csak egy mondat elejéig még a Jobbiknál maradva, aztán tovább lépünk. Nekem azt tűnt fel, hogy elsősorban a Jobbik és a radikális médiája azzal revolverezi a Fideszt, azért szídja a Fideszt ilyen-olyan hangnemben, mert hogy állítják ők, a Fidesz nem csinált forradalmat. Tehát lefordítva magyarra, ez a dolog lényege. A Fidesz langyos volt, hagyta, hogy ezek itt maradjanak. Öszöd után nem állt a utcára, nem hívta ki a népet, nem állt Orbán Viktor az élre, és a többi, és a többi. Mindig itt, ahogy ők szokták mondani, itt elbújtak, meg itt a parlamentben bóckodtak a helyet, hogy mentünk volna. Csak ne is beszéljük végig a dolog filozófiáját, csak azon gondolkodom, hogy mikor az EP választáson kaptak közel 500 000 szavazatot. Azért az sok, 500 000 ember az sok. Azon gondolkodom azóta, hogy most milyen frászért nem csinálnak ők forradalmat. Hát itt a lehet, 500 000 ember mögöttünk van. Miért nem mondja most Vona Gábor azt, hogy emberek, irány az utca, azt megdöntjük a rendszer. Most olvasgattam itt a médiájukat, és azt látom, hogy ott is az egység megbomlott. Tehát az a radikális jobb oldalnak egyébként ez mindig a veszte, hogy nem tudják egyben tartani, és ott is már látom kilépő emberek vannak, vádolják egymást. Nagyon érdekes dolog, mert amikor nekem is fölteszik a kérdést, és mondják, hogy hát így a Jobbikkal, úgy a Jobbikkal, én nem szeretnék együttműködést a Jobbikkal, meg kell, hogy mondjam. És az az igazság, hogy amikor ezeknek az emberektől megkérdezem, hogy és szeretnének-e még egy szocialista pártot Magyarországon,
akkor azt mondják, hogy persze, és miért szeretnének? Hát azért szeretnénk, mert akkor a szocialisták meggyengülnek két, és akkor miért jó a Jobbik? Nagyon érdekes dolog. Persze a helyzet olyan, hogy az emberek ordítanak dühükben, de egyébként felelős politizálás, parlamenti politizálás csak így lehet vállalni. Nehéz dolog. Meg is beszéltük, majd holnap kapunk érte a kuruc infót.